Köszöntöm a kedves nézőket! Vannak olyan szentek, akik történelmi figurákká szűkülnek történelmi könyvekben, és vannak olyan szentek az egyház történetében, akik az évszázadok során nem öregszenek, hanem, hanem is egyre fiatalabbak lesznek, de ugyanolyan éles, pontos, ihlető üzenettel bírnak a ma embere számára, mint mikor éltek. Ezek között talán az egyik legfontosabb, legevidensebb példa Szent Ferenc. 800 évvel ezelőtt, 1219-ben például volt egy olyan esemény Szent Ferenc életében, amely több mint történelmi megemlékezésre serkenti nem csak a ferenceseket, hanem az egész világegyházat, kezdve Ferenc pápától, folytatva természetesen a Ferences családdal. Egy Ferences szerzetes a beszélgetőtársam, Bagyinszki Ágoston, teológia tanár. Szeretném, hogyha Szent Ferencnek ezt az eseményét közel hoznánk most a nézőkhöz, mert azt hiszem, hogy a mai életünkben is van üzenete ennek a 800 évvel ezelőtti eseménynek. Mi történt 800 éve? Szent Ferenc merre járt, kedves Ágoston atya? Egy olyan eseményre teszel utalást, amelynek az ikonizálódott emlékezete Ferenc pápának az egy hiteles ember című, imás filmjében is megjelenik, és ilyen módon most a, a közelmódban a, a filmen keresztül egész széles nyilvánosságot is kapott. Amit egy Ferences hozzá fűzhet ehhez az izgalmas történethez, találkozóhoz, ami történészek ö, által is ö, forrásokkal alátámasztható módon, ugye Melek Al-Kamil egyiptomi szultán, az Ayubida birodalom egyik leghatalmasabb ö, uralkodója, illetve ö, Assisi Szent Ferenc között ö, ugye Damietta mellett vélhetően 1219. szeptemberében lezajlott, amit egy Ferences hozzáfűzhet ennek a ö, találkozónak a történetéhez az az, hogy az Assisi Beli Szent Ferenc Bazilikának a múzeuma kincstára mindmáig őriz két nagyon izgalmas tárgyat. Egy szarukürtöt és egy hosszabb, illetve rövidebb, egy, illetve másfél arasznyi lánccal összefűzött botocskát, amelyek a muszlim imá, ima életnek az eszközei voltak, a kürt az imádságra hívásnak az eszköze, a botocska pedig ö, koppantásokkal, ahogy azt mi is egyébként nagyon hasonlóan a nagyheti liturgiából ismerjük, a, a csende, az elcsendesedésre hívó ö, szignálok, ö, jelek voltak annak idején. Ö, mi ferencesek úgy tudjuk, úgy tartjuk, a múzeumban ez a felirat szerepel. Emellett a két tárgya mellett, hogy ez Melekel Kamil szultánnak az ajándékai között volt, amelyet Szent Ferencnek adott át a barátságuknak, jeleként annak, mint egy a megpecsételésére. A Szent Ferenc legendák ritka kivételekkel, de a legősibb csalánói életrajzokra is ez uh, egész szorosan igaz, megemlékeznek erről az eseményről, ami Szent Ferenc uh, portréjához nagyon szorosan hozzátartozik, hogy ő ott egy uh, uh, hat történeti szempontból, politikai szempontból nézve uh, teljességgel pathelyzetben, egyik oldalon a a keresztes hadak Pelágius bíborosnak a vezetésével, másik oldalon e, Melekel-Kamil szultánnak a vezetésével az ő e, birodalmának a, a, a hadserege. Egyik sem tudta kapitulációra kényszeríteni másikat. Ebben a sok-sok esetlegességgel e, fontolgatott béke ajánlatokkal övezett padhelyzetben Szent Ferenc megtalált egy olyan pillanatot, ahol a karizmatikus embernek a, a zseniális intíciójával tudta megszólítani az ellenséget, az ellenségnek a, a fővezérét. Azt a Melek Alkami szultánt, aki egyébként a korabeli muszlim világnak az egyik legműveltebb az iszlám, misztikus irányzataira is legfogékonyabb szereplője volt. Nagyon érdekes, amennyire utána néztem, hogy nyugati műveltsége is volt ennek a szultánnak. Tehát úgy képzeljük az iszlám meg a keresztény világot, pláne hogy 800 évvel ötti időkre próbálunk visszagondolni, hogy ezek egymásról, egymástól teljesen elzárkózott valóságok voltak úgy tűnik, hogy már akkor is megvoltak azok a szálak, amelyek mentén jó esetben el lehetett indulni egymás jobb megértésére és az ellentétek békés föloldására. Igen, az egyiptomi szultán esetében egy olyan muszlim uralkodóról van szó, aki az érdekes korabeli politikai kapcsolatkereséseknek a, a, eredményeként, összjátékaként, de tizenéves korában oroszlán szívű Richard udvarában is hosszabb időt töltött. Vagyis Angliában. Vagyis Angliában nevelkedett, ismerte az európai lovagi kultúrát. Ilyen módon az a kulturális tájékozottsága, műveltsége is megvolt, amivel egy ilyen Párbeszéd során ugye a távol érkezett másiknak a, a gondolatait értelmezni szükséges, érdemes. Nem akarok a történész szerepében tetszelegni, de azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy így a jubiléumi évnek a, a megintása kapcsán, a történet történés számára hitelesíthető dokumentumok alapján is készítettünk egy áttekintést arról, hogy milyen forrásaink állnak rendelkezésre, a, ezekre alapozva pontosan hogyan rekonstruálhatjuk ennek a történetnek a kontúrjait, körvonalait. Csík Tamás barátom az, aki egy terjedelmesebb tanulmányban a, a Magyar Ferences rendtartomány, elektronikus periódikájában, az Akta az ötödik számában egy, egy alapos tanulmányban foglalta össze, hogy a történész mit mondhat egy ilyen ö, találkozónak a körülményeiről, és konkrétan ennek az 1219. szeptemberében lezajlott találkozónak a részleteiről, amelyet egyébként ö, töredékes, de kezünkben lévő keresztény és muszlim források egyaránt alátámasztanak. Mi lehetett Szent Ferencnek a célja ebben az utazással, ezzel a végül is életét kockáztató vállalkozással, mert ez egyáltalán nem volt egy, nem egy diplomáciai küldetés volt, ahol garantálva van a, a követnek a biztonsága. Kit képviselt és mit szeretett volna elérni Szent Ferenc? Legizgalmasabb az lenne, hogy a Szent Ferencnek magának a naplójegyzeteit olvashatnánk, de ez a műfaj abban a korban még így nem létezett, és sajnos nem maradtak ránk ilyen naplójegyzetek tőle. A körülményeket úgy rekonstruálhatjuk, hogy ugye az 1215-ben tartott negyedik lateráni zsinat után vagyunk néhány évvel, és Szent Ferenc közvetlenül a rendi közösségének az assisi tartott ö, ö, nagy ö, döntéshozó összejövetele után indul útnak, amely összejövetel ö, fontosnak látta, ö, hogy ez az új szeltesi közösség, a kisebb testvérek rendje is bekapcsolódjan a Szentföldön élő keresztények ö, és a környező muszlim világnak az evangelizációjába. az élet középkornak a kellős közepén vagyunk, sokszor nehéz belehelyezkedni abba a gondolkodásmódba, ami ezeket a keresztes hadjáratokat útnak indította. A korabeli keresztény világ úgy érezte, hogy az Észak-Afrikát, a virágzó Észak-Afrikai kereszténységet a térképlől leradírozó muszlim terjeszkedés ha más módon nem is, de azzal mindenképpen megkárosította a keresztény nyugatot, hogy, hogy Jeruzsálem és a környező Szentföldi Zarándok helyek elérhető, elérhetetlenné váltak. Keresztes hadjáratok mozgalmát nem tartom szerencsésnek, hogyha elkapkodottan mondunk erről, Ítéletet a korabeli kontextus figyelembe vételen nélkül, de valahogy ilyen indítatásból ö, ö, tudjuk elhelyezni a korabeli gondolkodásmódban. Ö, Ferenc nem kritikusa eleve ennek a keresztes mozgalomnak, de mégis szükségesnek látja azt, hogy a politikai érdekek folyamatosan változó erőterében a, a korabeli, erőszakos eszközöktől sem visszariadó politikának a világában szüntelenül tartsuk ébren az evangéliumnak az, az eredeti hangsúlyait, az eredeti értékvilágát, Jézus Krisztusnak a, a sokszor erőszakmentesség útján megvalósítható ö, üzenetét. Az emberi realitások között, de Ferenc számára nagyon fontos volt, ennek az Evangéliumhoz való visszatérésnek a, a nagyvonalú lendülete. Én azt gondolom, hogy valahogy ennek a jegyében induló útnak a Szentföldre, ahogyan ez a, a pünkösdi káptalan meghozta az egész rend missziós törekvéseivel, összefüggésben a döntést, hogy nekünk az Evangéliummal kapcsolatban üzenetünk mondani valunk van, ott a közelkeleti keleti hadi helyzetnek a kellős közepén, Ferenc úgy érezte, hogy akkor, hogyha ez az egész rendjének döntése, akkor ebben őnek is tendője van, és a karizmatikus embernek az érzékenysével, érzékenységével lelki intelligenciájával talál ő rá, ott a Szentföldön azokra a helyzetekre, amelyekben aztán az evangéliumi mondani valót ő meg tudja szólaltatni. Ezeknek a, az epizódoknak az egyike, az ő szultánnal való találkozása. Ha nem is közvetlenül, de ennek a Szent Ferenci vállalkozásnak, gesztusnak feltétlenül következménye az, hogy a ferencesek szinte azóta, máig a szent helyek őrei jelen vannak a Szentföldön, és azon fáradoznak, hogy a kereszténység, illetve az élő kereszténység, illetve Jézus életének helyszínei továbbra is létezzenek, látogatók, látogathatók legyenek, kereszténység éljen azon a vidéken. A pápák sokszorosan a századok folyamán megerősítették és bátorították erre a ferenceseket. Velünk ír a történetnek az emlékezete. Üm. Miközben hangsúlyozunk azt, hogy maga Ferenc sem naivan közeledik ennek a üm. találkozónak a lehetőségeihez. Közben hangsúlyoznunk kell azt is, hogy mégis fontosnak tartja, hogy, hogy, az a nagyívű érdekeknek a logikája szerint működő világunkban találjuk meg azokat a fontos pillanatokat, amikor a személyes kapcsolat felvételnek a lehetőségeink keresztül valami módon az érdekek vezérelte ügybozgóságunkat felülírhatja az egymás iránti tiszteletnek, a az irgalmas nagyvonalúságnak, a másik értékelésének, megbecsülésének, és egyszerűen szólva az evangéliumi szeretetnek az értékrendje. Ferenc fontosnak tartja, hogy a ö, mindennapoknak ebben az ellentmondásoktól is ö, feszülő összetettségében, ö, valami módon szót adjunk annak a evangéliumnak, ami azért hitünk szerint mégiscsak az, az emberi, a békés emberi együttélésnek a forrásaira mutat rá. Ferenc ennek a békemissziónak a jegyében találod a szultánhoz, és olyan jól sikerült ez az ő karizmatikus gesztusa. Olyan jól sikerült ennek a két karizmatikus embernek, mert hogy hiszen a szultán ennek a találkozónak a másik résztvevője, aki fogékony ennek a béke missziónak az üzenetére, olyan jól sikerült ennek a két karizmatikus embernek a, a találkozója, hogy amikor visszatekintve keressük a, a, a paradigmatikus, a példaszerű jeleneteket, a példaszerű epizódokat ahhoz, hogy, hogy a, a mai hasonló törekvéseinket ö, ö, megalapozzuk, elhelyezzük, pozícionáljuk, akkor a, a Katolikus Egyház ezt a, a 1219-ben megtörtént találkozót látja az egy, egyik legnagyobb kincsnek ebben az összefüggésben. Ide vezethető vissza az, hogy ö, a Katolikus Egyház azóta most már több mint egy fél éve, de hivatalosan is a Ferences rendre bízta a Szentföldnek az őrzését. Vagyis a, a szent helyeknek a ö, avatott ö, gondozását, a zarándokoknak a lelki pásztori ellátását, a zarándok helyeken a, a folyamatos ima életnek a biztosítását, olyan, geszt, olyan erő volt Ferencnek ebben a, a béke teremtő gesztusában, és olyan szépen sikerült ennek a találkozónak az, az utóélete is, hogy ez, ez reményt ad mindenféle realitás érzékünkkel együtt is. Arra vonatkozóan, hogy érdemes az evangélium megtérésre hívó szavát a, a hétköznapi konfliktusain kellős közepén is. Véresen komolyan venni. Nem csak a saját érdekeinket kell véresen komolyan venni, mondhatnánk így egy fájdalmas szójátékkal, hanem az evangéliumnak a megtérésre hívó szavát is érdemes ilyen módon komolyan venni, mert a hitünk arra bátorít, hogy ebben a békesség forrásaira találhatunk rá. Ferenc nem csak tanítani akart, nem csak a Békét akarta megteremteni egy lehetséges misszió számára, de nyitott volt arra is, hogy tanuljon. Tehát az iszlám világgal való találkozását ö, valamilyen módon, ö, islető módon próbálta felhasználni, mikor visszatért Európába. Vannak -e ennek jelei? Igen, nagyon fontos ö, Ferencnek ez a tanulékonysága. Ö, olyan módon is fontossá válik ez, hogy, hogy 1986-ban, amikor II. János Pál pápa, pápa keresi a megfelelő körülményeket, a megfelelő összefüggést a vallások ima találkozójának, világvallások találkozójának az összehívásához, akkor éppen Assisit találja ilyen megfelelő helyszínnek visszautalva. Ferencnek az 1219-es Szentföldi útjára, annak a, az eseményeire. Ferencet azzal együtt, hogy, hogy ott van benne, ugye Szent Pál gondolatát, szavait idézve, Istennek az a szeretete, ami a misszionálásban, az evangelizációban sürget minket, az egészen egyértelműen ott van Ferencben, Ö, ott van benne az az érdeklődés is, amivel Istenre bízza a maga élethelyzeteit. Ott és akkor azt a, a muszlimokkal való találkozót is. Ö, Ferenc ott a muszlim táborban töltött napok során, nem tudjuk egész pontosan, hogy milyen hosszú volt ez az idő, de látta földre borulva imádkozni Ö, ezeket a Saracénokat, ahogy annak idején ugye emlegették a, a más hitűeket. E, és Ferencet elbűvölte az, hogy, hogy milyen áhítattal napjában ötször földre burulva imádják azt az Istent, akit mi keresztények Jézus Krisztuson keresztül sokkal bensőségesebb módon is ismerhetünk. Úgy tűnt Ferenc számára, hogy a keresztény világ a tiszteletadásban nem jeleskedik hasonló módon. Ezért a népek vezetőihez írott, ma úgy mondhatnánk, hogy nyílt levelében Ferenc szorgalmazza azt, hogy legyenek meg az imádságnak ezek a közös alkalmai nyugaton, valahogy hasonló módon, ahogy aztán jóval később, akár a déli harangszó egy ilyen fajta urangyala alkalom, vagy az urangyala alkalom ilyen fajta imádságra hívásként be is épült az életünkbe. 2019-et írunk jubileumi esztendő. Említettük az elején, hogy Ferenc pápa is fontosnak tartja ezt az évfordulót. Több útja lesz ebben az évben a muzulmán világba. De először egy röviden egy tavalyi eseményt említenék. Az algériai trapista vértanukat Algériában avatta boldoggá az egyház. Nem, Szent Ferenc, nem, Ferenc, nem Ferenc pápa jelenlétében, hanem a legátusa képviselte, de megy Marokkóba, meg az Arab Emirátusba is, és azt hiszem, hogy egy Szent Ferenci gondolata mottoja ezeknek a muszlim világba irányuló pápai utaknak. Ezek között érdemes akkor megemlíteni a tavaly, tavaly októberi kairói eh, eh, eseményt, ami egyfajta nyitánya volt ennek a Ferences jubileumi évnek, ugye nem csak Ferenc pápa üzenetében jelenik meg a szultánnal való találkozó, hanem a helyi imám és ö, politikai ö, szereplők muszlim oldalon is fölemlegették ennek a találkozónak az emlékezetét. Riminiben ezekben a napokban is készülődik egy kiállítás, ami kifejezetten ennek a találkozónak a, a forrásanyagát, emléktárgyait ö, tárja majd a a látogató közönség elé. Nagyon érdekes a művészet történet irányából is követni ennek a találkozónak az emlékezetét. Gazdag képanyag, sokféle ábrázolás, Giotto-nak a, a híres sorozatától kezdve, amelyben szerepel a szultánból találkozásnak az epizódja egészen közelkortás ábrázolásokig például egy Robert Lenz nevű amerikai ferences ikonfestőnek az alkotásáig. Ugye láthatjuk ezt a jelenetet, a modern művész mintegy azt osztja meg velünk, hogy hogyan lehet fontos ez a mai napon a számunkra. Zárójelben jegyzem meg, hogy az amerikai tartózkodásom néhány éve alatt ezzel a, a ikonfestőtestvérrel egy rendházban is, élhettem, az ő képei itt a jubileumi ö, cikkek, interjúk kapcsán rendszeresen felbukkannak a világháló. Hogyha ha zeneművészet irányából nézzük, akkor ugye Brando Aldi-nak a Infinitamente Piccolo című albumában szerepel egy, egy ö, zene a kedvenceim közé tartozik, amely, amely Ferencnek ezt a, a szultánát, tehát látogatását dolgozza föl ö, zenei nyelven, és lehetne sorolni hosszasan ezeket a különböző ábrázolásokat, alkotásokat, amelyek mind-mind jelzik, hogy valami módon ennek a, a, egyszerű kis történetnek, 800 éves történetnek az emlékezete ma is velünk él, foglalkoztat minket, provokál minket, ö, arra provokál minket, hogy tegyük föl a, a, számunkra aktuális kérdéseket. Anélkül, hogy annak az egykori történetnek a közvetlen aktualizálásával próbálkoznánk, ami a történész szerint elhibázotta az adott történelmi körülményeknek az egészen utánozhatatlan együttállása, a koincidenciája, az a csillagállás, az ott fontos volt, hogy minden pont úgy szépen kibontakozhatott, ahogy az ott a 13. században előttünk van, ezt nyilvánvalóan nem lehet átemelni a mikorunkban, Nyilvánvalóan nem lehet ezeket a részleteket rekonstruálni, szükség van a mi mai, realitásérzékünkre, lelki intelligenciákra. Teológia nyelvén azt is mondhatnánk, hogy a, az időik jeleit kell avatott módon olvasnunk a, a, a mi saját korunk összefüggésének megfelelően, de ezek a, a Velünk lévő műalkotások mind azt jelzik, hogy Ferenc béke missziójának megvan az aktualitása, ami a mai jelenünkben is. Én legszívesebben ezekkel a kérdésekkel indulok neki a jubileumi évnek. Tegyük föl magunknak ezeket a kérdéseket, amelyeket Ferenc annak idején minden bizonyal saját magának föltett. Hogyan és milyen módon tudok én a béke eszközévé lenni azokban a konfliktusokban, amelyek körülvesznek minket. És nem csak politikai dimenziókban, hanem a, a magánéletünknek a konfliktusai is gondolva. Ahogyan Ferenc például a Gubbiói farkassal való találkozásnak a történetén keresztül is láthatjuk, hogy már sokkal korábban beleáll a mediátornak, a, a béke jegyében fellépő közvetítőnek a szerepébe, mint egy belegyakorolja magát ebbe a béke misszióba, aminek aztán a legünnepélyesebb pillanata ott a szultánnal való találkozáskor, következik el. Én úgy gondolom, hogy nekünk is érdemes ezekkel a kis lépésekkel kezdeni. Érdemes föltenni a legszorosabban minket érintő kérdéseket, hogy hol lehetek én a úrba vetett mély bizalommal a béke megteremtésének az eszköze a környezetemben. Nagyon szépen köszönöm, ez útra való lelki program erre az esztendőre a Ferenceseknek, illetve az egyházunknak, minden jó akaratú embernek. Nagyon szépen köszönöm a nézők figyelmét, Bagyinszki Ágoston Ferences szerzetessel beszélgettünk a viszontlátásra.